Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig a The Baby in Yellow című játékkal fogunk játszani, amit pár héttel ezelőtt próbáltam ki én életemben először, és akkor így őszintén szólva baromira megijesztett engem ez a démoni baba. Sikeresen ki is vittük ezt a játékot, de azóta kijött egy frissítés pont ma, amikor felveszem ezt a videót. Rengetegen írtátok, hogy próbáljuk ki, szóval most itt is vagyunk már a játékban, és akkor írja is nekünk, hogy ez a menekülés feloldódott. Mégis milyen menekülés? Menekülnünk kell most a baba elől, vagy mi? Azt írja itt nekünk, hogy kövesd a fehér nyuszit, és menekülj el a baba elől. Hát nem tetszik nekem ez az egész, és miért ilyen para zene van alatta? Na de, be is raktam mind a két fülest, és akkor bizony, folytassuk is. Milyen para ez a szimbólum itt alul? Ez sem tetszik nekem. Ahogy látom, a lelkek, amiket az előző részben gyűjtöttünk, megmaradtak, hát lehetséges, hogyha elég ki fog gyűlni, azt majd most fel fogjuk tudni használni. Készen álltok erre az egészre? Biztos, hogy elindítsuk? Mivel én nem állok készen. Na de akkor pörögjön is, rá is megyek a startra. Aha, hát ez baromira karácsonyi. Hát hello baba! De a fehér nyuszit kéne követnem ahhoz, hogy kiszabaduljak. Szóval ezt az ajtót ki tudom nyitni, és a baba még nem akart engem megölni. Szóval akkor végül is jók vagyunk. Ne csináljátok már! A babát simán itt tudom hagyni. És fullosan el tudok menekülni előle. De várjatok, csak ki akarok próbálni valamit. Felveszem a babát, és berakom a sütőbe. Akkor mi történik? Bocs, baba! Eléggé betegen hangzik ez, de ki kell próbálnom, ugyanis írtátok kommentbe, hogy próbáljam ki, hát na mi van veled? Túlélte ezt az egészet, és figyeljétek már meg, hogy mosolyog! Hát látszik ebből is, hogy bizony egy démoni babával van dolgunk. Na de én még olyat is láttam, hogy a WC-be is elvileg be tudom rakni, szóval ezt is próbáljuk ki. Mondom, oda lerakom, jó? Lehúzom. Jó, mindegy. Most, hogy már felhergeltük a babát, és tudti, hogy még jobban meg akar minket ölni, szerintem be is zárom ezt az ajtót. Hello! A babysitterkedése mindentől kezdve véget ért, és kövessük akkor a fehér nyuszit, és próbáljunk megmenekülni a baba elől. Ne csináljátok már! A 24. emeleten vagyunk, és éppen akartam mondani, hogy tudjátok, itt lenne a baba, de hát ha a baba nincs is itt, ez a para szimbólum bizony itt van, ami biztos vagyok benne, hogy a babánkhoz köthető. Na de akkor itt is van a folytatás. Eltűnt most ez a szimbólum, de kérlek szépen mondjátok nekem azt, hogy nem ragadtam a liftben. Ó, dehogy nem! Tudta, hogy a baba intézi ezt? Ő nem akarja, hogy én elmeneküljek. Hát itt fix meghalok. Aha, és most tegyünk úgy, minthogyha semmi sem történt volna, és békésen sétáljunk ki a liftből, és a házból is. Nem lesz számít semmi baj. És mindig, amikor valaki ezt mondja, bizony, olyankor lesz a baj. És random belakatolja nekünk, és nála van a kulcs, és oda akar minket csalogatni egy full idegen embernek a lakásába. Gyere csak ide, baba! Elvesztem tőled a kulcsot. De jó, hogy már teleportálsz. Gyere ide! Mégis hova? Ó, hogy oda teleportáltál. Na várjatok csak, most bátor leszek, és mivel baromira halk nekem a játék egy kicsikét, sőt, nem is kicsikét, nagyon hangosítok, előre érzem, hogy ezt meg fogom bánni. De ne játsszunk már bújócskát, könyörgöm. Hol vagy? Vagy most már eltűntél ebből a házból? Kiment talán a folyosóra?
Ha-ho! Baba! Ja! Hogy fejjel lefelé ott megjelenik a plafonon, persze! Ne ijesztegessél már! Ne szórakozz már velem! Ó, itt egy díny, ezt megesszük. Meg tudjuk enni? Á, nem tudjuk megenni. Nem lehet valahogy a dinnyével ide vonzani a babát? Adok neked dinnyét, csak add már oda a kulcsot. Hát de figyeljetek, a baba akkor szeret minket, nem? Ugyanis nem akarja, hogy ott hagyjuk. De ha annyira szeret minket, akkor az előző részben miért akart megölni minket? Hát így őszintén szólva, ezek a szimbólumok sem tetszenek ezen a hűtőn, bár gondolom, hogy ezek csak ilyen gyerekmatricák lehetnek. A bal felső sarokban, ahol a küldetéseink vannak, ott van az egyik küldünk, hogy kapjuk el a babát, és azt már elbuktuk. Szóval gondolom, hogy a démon babánkat nem tudjuk elkapni, na de az a következő küldetésünk, hogy fedezzük fel ezt az apartmant. Hát nézzünk szét, hát ha találunk valahol egy kalapácsot, aminek segítségével fel tudjuk törni azt a lakatot. Itt bizony van nekünk egy ilyen kis jegyzetünk. Ezt ide rakom, hát ha fogunk még többet találni, és hát ha össze fogunk tudni rakni belőle valamit a gitárral. Nem! Ne ijeszteges! Szóval nem hinném, hogy le tudom ütni a lakatot. Na várjatok, csak lehetséges, hogy komolyan jól gondolkozok, és bizony ezekből ki fogunk tudni rakni egy rajzot, és szerintem azt kéne csinálni. Na de most már csak az a kérdés, hogy hol lehet még ilyen rajz, mondjuk itt a szülőknek a szobájából el kellett volna hozni a démonűző keresztet, és akkor talán biztonságban lennénk valamennyire, de hát most már tök mindegy, ugyanis... Na várjatok csak, valahol, hol is? Van például itt egy hanglemez. Mi lenne akkor, hogyha ezt ide raknám és elindítanám? Nem nyugszik meg tőle a baba? Figyelj, egy kis zene, nem alszol el? Nem alszik el. Pedig jó lett volna őt elkapni, de... Lehetetlen szerintem elkapni. Na de nincsen még valahol ilyen papír cetli. Mennyire nem jó ötlet volt bezárni magamat ebbe a lakásba babával. Hoppá, hoppá, itt van még egy rajz részlet, de ezeket nem fogom, vagy össze fogom tudni rakni, várjatok csak. Mint hogyha így elkezdett volna egy kicsikét mozogni, de szerintem nem fog ez így magától összeragadni, de minthogyha meg lenne már az összes rész, vagy nem. Itt sincsen semmi, tükörképen még mindig nincsen, az mondjuk nem túl barátságos, de várjatok csak. Ja! Hát rájöttem! Micsoda 200 IQ! Ezek kották! És ezeket ide kell rakni, és akkor fog történni valami. Az utolsó az nem is kell már nekünk? Na várjatok csak. És most le tudunk ülni, zongorázni. Ne csináljátok! Gondolom, hogy most valami démoni dalt játszunk, és bizony az tetszett a babának. Most sem tudom elkapni, de hát megjelent itt nekünk egy gombunk. Lehetséges, hogy ennek a lakásnak a tulaja, ahol vagyunk, ő bizony sokkal, de sokkal többet tud, mint mi, és van ám itt egy titkos ajtó, ahol tudunk kúszni. Baromira nem tetszik ez nekem. Tudja, hogy mindjárt meg fog jelenni a baba, vagy jön egy démon. Figyeljetek, mögöttem nincsen senki. Az például pozitívum. Hát milyen démoni szertartás helyszíne van itt? Ne csináljátok. És a földön van egy csomó
ugyanolyan kotta, mint amilyen az apartmanban volt. Innen egy bakelit lemezt sikeresen el tudok hozni, és gondolom, hogy akkor... Miért ijesztegetsz? Szóval gondolom, hogy ezt a lejátszóba kéne rakni. A baba még megvan. Na, ki is cseréljük, oké. Elmegyük indítani? Indítsuk el. Na, a babának tetszik, figyelj oda! Hoppá, hoppá, na mi van veled? Eltereltem a figyelmedet és elloptam a kulcsot? Maradj csak itt, én megyek! Én megyek, itt sem vagyok! Élvezd csak a démoni zenédet, csá! Jó, kinyitjuk! És elmenekülünk innen! Így kell ezt csinálni, és nem már, hogy most jelenleg még a harmadik emeleten vagyunk, és liftezni kéne, de hát sajnálatos módon elment az áram. Szóval inkább válasszuk a lépcsőházat. Ez a tag mióta nem lehetett itthon, hogyha ennyi csomag meg levél jött a házához? Lehetséges, hogy az egész épületben már szinte csak én élek? És a baba már mindenkivel végzett? De nem már, hogy ez is le van lakatolva? Hát szivat engem! Honnan kéne egy kulcsot keresnem? Már nem azért. Vagy lehetséges, hogy inkább ide kéne mennem és valahogy felkapcsolni az áramot. Mondjuk, figyeljetek, ami van gomb, én azt végig nyomogatom. Nem kell túlbonyolítani ezt az egészet. Na várjatok csak. Fú, de komplett lesz ez, hogy itt rendes, még lakat van, meg zár, és valahogy a kombinációra rá kéne jönnöm. De hát mégis hogyan, haver? Most az a küldünk, hogy ezeket a fuse boxokat kéne megvizsgálnunk, az oké, de ezekkel nem tudok semmit se kezdeni. Azt látom, hogy ebbe ilyen kék cucc van, és a kék része bizony pirosan világít, a másik oldalon pedig ilyen rózsaszínes lilás téma van, és ez is szintén piros. De nekem úgy tűnik, minthogyha ide kéne raknunk valamit, és akkor bizony az áramot vissza tudnánk kapcsolni a liftben. Na várjatok, csak innen jöttem be. Hoppá, hoppá! Micsoda felfedezés! Ez tuti, hogy a lakatnak lesz a kódja, nem? Ja? Hogy ez ilyen egyszerű? Szóval ezt ide kell raknom? Na várjál csak! Jó! És akkor bizony a kék része megvan. De tudja, hogy az lesz, hogy lila az nem lesz itt, hanem azt már a szekrényből kell valahogy kivennünk, ami le van lakatolva. Szóval megvan az első két számkód, a többi... Na várjatok csak, ezt ki tudom nyitni? Hát de itt is van! Szóval nem is kell kinyitnom azt a cuccost. Mert most... Ne csináld! Mekkora egy szemétdög vagy! Élvezed mi, hogy szivatsz engem? Hát de figyelj, van ám itt még ahonnan ez jött. Tudta, hogy azt is ki fogja venni. Na? És most meg kiveszi a másik színt. Elvettem... Jaj, nem vettem el. Figyelj! Megfoglak! És bezárlak a... Hova zárjalak be? Nem tudom. De nem is tudok most innen kimenni. Szóval én most konkrétan ide be vagyok zárva. És bárhányszor is próbálom... Várjatok, milyen szín kell most? A másik. Szóval bárhányszor is megpróbálom megoldani itt a problémát. Jön a baba, és random kikapja. Na de, mi volt a kódunk? Hol volt? 4-3. Meg kéne próbálni kinyitni ezt a szekrényt, hát ha lesz itt valami, ami hasznomra fog válni, kell még nekünk 2 szám. Hát, baromira nehéz dolgunk lesz, ugyanis azt így random csettintésre
esélytelen szint, hogy kitaláljam, de most az a küldetésünk, hogy állítsuk meg a babát, hogy ne tudja elrabolni az elemeket. Na várjatok csak! Hatalmas ötletem támad. Mi lenne akkor, hogyha téged ide raknálak, odaraklak, de nem igaz, hogy nem tudom bezárni a szekrénybe? A felelősség teljes. Na de ebbe a szekrénybe, be tudom zárni. Hello baba! Itt sem vagy! Figyelj oda, én menekülök, jó? Odarakjuk, most nem fogja... Nem fogja ellopni mi? Hát bizony őt! Nem lehet bezárni a szekrénybe, de akkor mégis mit tudnék a babával kezdeni? Hát itt van a kombináció. Na várjál, hol volt? Itt volt. Szóval a vége az 17. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis... Mi lesz itt? Egy másik kiárat, amin keresztül bizony tovább tudok menekülni. Hát biztos, hogy én erre akarok menni. És a szellőzőn keresztül akarok kijutni az épületből. De figyeljetek, hogyha nincsen más megoldás, akkor muszáj lesz. Jót érzel most mi? Ennek a játéknak egyébként több végkimenetele van. Ott írja ugye nekünk, hogy meg kéne állítanunk a babát, hogy ne lopkodja az elemeket. Szerintem valahogy azt is meg lehetne oldani. Na most vegyünk inkább egy mély levegőt, és szedjük össze minden bátor... ságunkat. Ja! Azt hittem először, hogy nekem kéne oda menni, de hát akkor a babát én bedobom ide. Hát mi van veled, baba? Hello! Hát ez tudja, hogy fájhatott. Na de várjatok, gyorsnak kéne lenni. Hol volt a kék? Itt volt a kék. Fogok is egyet. Az előbb nem kék hiányzott. Az a baj, nagyon elkezdtem kapkodni. Összpontosítani kell, hogy sikerüljön ez az egész, és most már bizony van áram a liftben. Ne csináld, baba! Figyelj oda! Oké, hogy egy kicsikét ledobtalak a szellőzőbe, de attól még lehetnék jóban, nem? Mindjárt hazajönnek a szüleid is, meg minden. Na figyelj oda, én itt megyek! Mondja, hogy nincs melekvés, de nagyon is van, és tudja, hogy mindjárt jön a jumpscare, mi? Én menekülök! Itt sem vagyok, hol volt a lift? De kajak, hol volt a lift? Mert azt tudti, hogy ez az ajtó le volt zárva eddig is. De valahol volt egy lift. Lehetséges, hogy full a másik oldalon? Aha, errefele, jó. Nem lesz itt semmi probléma. És milyen kedves, egyen meg a szívét, írja nekünk bal felül, hogy menjél vissza a lifthez, mégis mi van ezzel a szőnyeggel? Remélhetőleg most már működni fog, mosolygós fej. Tudni, hogy lesz számít valami, és persze, mire a lift lejön a 20. emeletről, a 3. Mit csinálsz? Átváltozom, múmi? Ává, jó éjszakát, ilyet szól. Nyomd meg, hogy felébredj. Figyeljetek, ez az egész csak egy álom volt! Most az a küldetésünk, hogy éljem túl. Hát de mégis hogyan éljem túl, amikor telibe az a... Ja, hogy el kell menekülnem, és most futni kell, mi? Jön erre is? Ahogy jön erre is! Most telibe átváltozott az a baba? Szóval hiába javítottam meg a liftet, jön a baba, és ez egy ilyen menekülő szimulátor lesz most, és bizony futnom kell a baba elő, de hát mégis merre menjek, amikor megfogja és random bezárja az ajtót? Nem lehet valahogy elbújni? Várjál, becsukom ezt az ajtót, tehát hiába csukom be az ajtót, hogyha ő bizony itt egy kulcs, vagy ott a kulcs, jó? Jó, megyünk. Azt hiszed, hogy nem fogok elmenekülni, de hát én nagyon is elfogok. Ne csináld! Hát mennyi kulcs van itt, tesó? Ez se jó. Ez se jó. Ez se jó. Ez lesz a jó, ez lesz a jó. Menjél, 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 menjél. Ja, hogy még egy kulcs is ott volt. Aki kitalált ezt a játékot, halljátok, direkt arra megy, hogy szivasson minket. Nincsen sprint a játékban, nincsen, jó? Megfogom ezt a kulcsot. Figyelni kéne a szimbólumokra, ugyanis akkor
egyből tudni kéne, hogy bizony melyik kulcssal nyitjuk, most pedig ez a kulcs, de nem, mert más színű. De ez meg kör alakú. Hát de nincs is ott a másik kulcs. Ja, hogy bizony, itt is vannak kulcsok. Hát észre sem vettem, jó, ez megvan. Most jön ez is megvan. Fussál, nincsen semmi probléma. Hogyha Eszteribe elkapott volna engem, ott bizony lett volna baj. Menjél már! Jó, bent vagyunk a liftben, és a lift bizony működik. És most már... hamarosan el fogunk menekülni. El is érkeztünk a következő pályához, aminek az a neve, hogy a kiárat. És oda van nekünk írva, hogy ne hagyj engem egyedül. Maradj itt velem örökre. Hát én nem maradok itt veled, én most szépen elmenekülök előled. Tudti, hogy amint kinyílik a liftnek az ajtaja, itt lesz a baba. És nem! Túlságos... Éppen akartam mondani, hogy túlságosan nyugodtnak tűnik itt minden. Erre pedig a lift pont a babának a házához vezet, ahonnan mi már egyszer eljöttünk. Milyen kis aranyosan elvájbolgatott, erről van szó. Csomó kulcs van most a lakásban, amiknek tudja, hogy lesz valami jelentősége, de most az a feladatunk, hogy bizony menjünk a hűtőbe, és itassam meg tejjel a babát, mint a régi szép időkben, méghozzá a játéknak a legelső részében. Ezek után pedig még tisztába is teszem. Látod, hogy milyen aranyból van a szívem? És mit meg nem teszek, érted? Hát hova tűntél? Gyere vissza! Ez az egész teljesen normális. Hát már kezdek én itt hozzászokni. Mindjárt be fog csukódni az ajtó, tudjátok. Na! Jó az új pelus, mi? Mit csináltok? Volt egy ilyen visszatekerés, és most ismételten meg kell etetnem a babát, és ismételten itt van ez a cumis üveg. Csak nehogy az legyen, hogy itt ragadunk, és folyamatosan ez az egész elkezd megismétlődni. Már megint merre tűntél? Na gyere csak ide, tisztába kell, hogy rakjalak téged. Jó? Bár, hogyha tudsz teleportálni meg minden, igazán tisztába rakhatnád saját magadat. És ismételten visszatekeredett az idő, és megint meg kell etetnünk a babát. Na várjatok csak! Szerintem nem próbálkozok én ezzel megint, hanem bizony követem a nyuszit, és kéne nekünk szerezni egy lila kulcsot, amit minthogyha láttam volna én már valahol, nem? Ez volt a lift, a fürdőben volt? Nem, itt sárga kulcs van, meg itt is sárga kulcs van. Hol lehet? Ó, meg is van! Hú, szerencsére én bénáztam most, és véletlenül én dobtam le azt a kulcsot. Azt hittem már először, hogy a baba kiszedte a kezemből. Ott is van a bal felső sarokban a küldünk, hogy a baba etetését elbuktuk, és ő most bizony nagyon, de nagyon fáradt. Hát figyelj! Lefektetlek aludni, én pedig itt hagylak téged. Vagy csak leraklak ide, és azt mondom neked, hogy légy szabad! És el is ment. De várjatok már, itt az előbb voltam, nem? Hú, te! Miért csinálod velem ezt? És folyamatosan, várjatok csak, folyamatosan ismétlődik ez az egész, és a baba kilövi saját magát, onnan is, meg onnan is, na de én errefele me... Gyek, baba, merre... Miért nézel rám ilyen parán? Figyelj, én befektetlek a kis ágyadba, legyünk jóba, aludj szépen,
Most bizony fog történni valami, mi? Miért így alszol? Betakarjalak? Vagy mit szeretnél? Ne nézz már így! Na várjatok csak! Most már itt van egy tévé! Ráz a hideg! Ne csináld ezt velem! Mindkettő küldetést elbuktuk. Vagy lehetséges, hogy errefele kell tovább menni, és mennyi tévé van itt? Az ilyen régi tévék alapból parák. Főleg, hogyha ilyenek történnek. Na várjál, csak megfogom babát, de nem fogom meg inkább. Nem vagyok itt. Itt sem vagyok, becsukom a szememet. Most pedig az óráról már eltűnt ez a fura szimbólum, és lehet látni, hogy bizony. Hajnal 2 van. Sőt, a baba is eltűnt. Na várjatok, csak most lesz a jó, gondolom. Nem? Jó, jó, nincsen probléma. Nem félünk. Ez zárva van. Ez nyitva van. Errefele megyek akkor. Megyek tovább. Nem foglalkozok a babával. Megyek erre. Felkészülök közben a jumpscare. De ismétlődik ez az egész. Már megint. Most menjek arra fele. De akkor ismételten... Végig fogok menni, és nem. A baba fejére egy tévé került. Ne, nem szabad megfogni, ragd le. Jó, szóval akkor ezektől a tévéktől félnünk kell, azt tuti. És mennyire átborzongatóan néz már ki. Na, én el is megyek itt szépen melletted. És reménykedek abban, hogy most bizony el fogok tudni menekülni! Hát rendes, egy ilyen démoni trónja van konkrétan a babának! És nagyon, de nagyon úgy néz ki, hogy bizony haragszik rám, ott is van. Na várjatok csak! A bal sarokban, hogy ő már nagyon, de... nagyon fáradt. És vigyem el aludni. Miért érzem, hogy ez egy ilyen soha véget nem érős folyosó lesz, és csak megyek. Látjátok azért, hogy milyen bátor vagyok? Mögém mehetem nézni. Hát itt van ez a szimbólum ismételten, és miért suttognak a fülembe? Ezek mi? Most éppen megátkoznak engem, vagy mi történik? Ne! Ide kéne mennem, vagy inkább... menekülnöm kéne? Na várjál! Milyen helyre kerültünk? Ez valami szertartás! Milyen kis ágya van, de figyelj! Fáradt vagy? Na! Mi nem tudom lerakni? Jó? Leraktam ide! Felemelkedik a baba! És jött a jumpscare. Szóval ennyi volt ez a játék akkor? Mi? Még mindig van? Hát azt hittem, hogy vége van. De akkor ezek szerint nem. De már hányadszorra raklak a kis ágyadba? Már nem azért. Nem tetszik ez. Ja, na várjatok csak, én nem raklak a kis ágyadba, maradj ott, elmenekültem, csak nagy meghalljak, csá! Szóval nem nekem kéne elmenekülnöm, hanem a babát kéne ledobnom! Bocs, főnök! Ég veled! Most akkor megmenekültem? Tudja, hogy nem. Ott van. Ez itt micsoda? A bal sarokban, hogy egyedül megbukva. Szóval nagyon, de nagyon nem vagyok egyedül. Tehát mégis ki... Ott a kijárat! Most lesz valami jumpscare, éreztem. Hú, hogy így gyorsnak kell lenni, már megint a reflexek, na várjatok csak. Az volt a baj, hogy nem is fogtam az egeret, és így nem tudtam ilyen hirtelen reagálni a történésekre, na de majd most.
baromira összpontosítok, jó? Jelenjen meg, nem is foglalkozok veled, én szépen eljövök ide, ide. Jó, hogy két irányba is lehet menni, erre volt a zöld. A zöldet követem. Erre nem tudok menni, itt. Fú, te! Rage game lesz ebből az egészből, na de! Most minden jó lesz, memorizálni kell itt a dolgokat. Elmegyek jobbra, szuper. Most pedig, mi volt? Elmegyek erre, jó, guggolj! Ne hagyj itt engem, és ne menj el! Hát de én bizony elmegyek, csá! Jó! Nagyszerű! Futi! Egyre parábbak ezek a helyek! Baromira komoly ez a játék, és nagyon, de nagyon jól meg van csinálva a baba! Nem voltam elég gyors, szóval a baba folyamatosan el akar téríteni engem, és mindig rossz irányt mutat nekem. De itt pedig miért mutatott jó irányt? De miért ilyen lassan megy? Jó, nagyon jó. Az a lényeg, hogy a zöld nyilakra kell figyelnünk, illetve a nyuszikra. Összpontosíts, bezárul. Nyissad, menjél, jó? Hát mekkora ez a babát, mi tört? Várj! Jó, erre menjél, jó? Nagyszerű. Ott van a kijárat! Menj már innen! Mit csinál? Nagyon libabőrös vagyok, és kiszabadultunk! Itt a világosság! Most akkor jók vagyunk? Köszönjük szépen, hogy játszottál ezzel az egészet, és akkor sikeresen kivittük ezt az egészet. Személy szerint nekem baromira tetszett ez az egész, ugyanúgy, ahogy a frissítés előtti játék is. Nem erre számítottam, hogy itt folytatás lesz meg minden, azt hittem, hogy az csak egy ilyen kiegészítés lesz, közben pedig az egész történetünk szinte folytatódott. Nagyon komolyan meg volt csinálva, és azt írják nekünk, hogy 2022-ben fognak még ámit jönni dolgok, szóval, hogyha szeretnétek és megjelenik, majd bizony folytathatjuk ezt az egészet. Én baromira éltem, nagyon remélem, hogy ti is, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot. Köszönöm, hogy velem tartottatok és hogy velem éltétek át közösen ezt az élményt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!